Ső mindenkinek, itt van a folytatás, meg vannak már itt nyitva a sémák. Mai alkalommal a regisztert szeretném bemutatni, tehát ez elkészült az első regiszter, ha úgy tetszik. Ugye ennek egyik újítása, vagy egyik alaplépése az volt, hogy a flipflopot össze kellett tömöríteni. Itt van a végül a high flipflopot választottam, tehát egyre vált. Itt van összetömörítve kicsit, és akkor köré építettem itt az elektronikát, ez még a basic elektronika, tehát egy logikai kapukkal. Nem mást valósítottam ott meg, mint ezt a kötést. Ez az egység, ez a regiszter, ez nem más, mint itt beolvas egy adatot, meg van engedve neki egyébként, hogy működjön vagy nem működjön, hogyha nem működik, akkor persze nem csinál semmit. De ha működik, itt van egy ilyen clock, ha működik, akkor beírok ide valamilyen kódot, kimenetele az majd a kék lesz. Ezeket itt el is szintelenítem, hogy ne zavarjon össze. Itt van az érték, loadra van állítva, ez itt nem számít. Clockot hegyre váltom, beolvassa az értéket. Csá, be van olvasva az érték, utána a clock az kattoghat, amennyit akar, nem történik változás. De ez hát történik, mert amint a clock újra egyesre vált, megint csak beolvassa az adatokat. Mit tudom én, maradjon ott egyes. Nullára vált a clock. Következő ugrásra pedig beolvasta az adatokat. Na, tehát ez mire való? Tehát ez éppen ide be van töltve egy alulegységnek a kimeneti egysége. Amint egyet kattintok a clockkal, azt betölti az alul bemeneti egységébe, és magába szívja a kimeneti egységét a clocknak, tehát ezzel léptetni lehet egyet a processzor működésén, tehát egyébként egy másik ábrán lehet tök jól szemléltetni, mi történik folyamatban. Alulegység bemegy az adat, kimegy az adat, regiszterbe bemegy az adat. Aztán ez megint lépteti következőleg a dolgot, itt majd áramlik körbe az információ, tehát léptetni vagyok képes, meg kiszívni információkat, ugye? És akkor itt majd lesz egy ilyen szabályzó rendszer, amihez majd kell a busz, hogy éppen honnan busz fogja valószínűleg koordinálni azt, hogy éppen melyik bemenetről szívjuk be a tudást. A regiszterek pedig léptetni lesznek képesek, tehát ez egy olyan egység, valószínűleg ezt is majd kicsinyíteni kell, amely léptetni lesz képes. Ennek vannak még itt továbbfejlesztett változatai, ez lesz valószínűleg a következő, amit megépítek. Shift Register, tehát ez valahogy még tolja is egyel az információkat. Nem tudom. Egyel odébb lépteti, tehát egy léptető rendszernek fogható fel ez a dolog. Van egy olyan lépésben, amikor egyel odébb tolja az adatokat. Érdekes? Érdekes? Ez lesz a következő, amit meg lesz valósítva. Na, ezzel pedig már meg lehet valósítani azt, hogy automatikusan kivegyek adatokat az aluból, betöltsek adatokat az aluba, és cirkuláltassak dolgokat. Két regiszterrel mind a két bemenetét az alunak tudom már szabályozni, és léptetni oda az adatokat. Most lesz a következő lépés, a busznak a kérdése, már elkezdtem rámenni ide a buszokra. A busz egy ilyen koordinátát, ugye már valahol valamelyik dokumentumban lehetett látni a busznak a felépítését. Fogalmam sincs, hogy hol, ezt még előkeresem, a busznak a felépítését, amely szépen lekoordinátázza azt, hogy most éppen honnan emeljük, mondjuk például, hogy a RAM melyik részéből emeljük ki, a busz tartalmaz mindenféle léptető rendszereket, meg számoló rendszereket, meg processzor irányító rendszereket, szóval nagyon hasznos kódokat tud majd a busz csinálni, és a busz fogja szabályozni valószínűleg a regisztereket, hogy éppen honnan töltsék be ezek az információt. Na, úgyhogy léptetés kérdése az talán megvan oldva, lehet, hogy innentől kezdve ezzel már lehet játszani ilyen clockra
ciklusokat megvalósító számítógépet ezzel már lehet építeni, de csak egyfajta ciklust végrehajtani képes számítógépet lehet csinálni, ami nem foglalkozik a memóriával. Nincs, hogy a memóriából adatokat emelünk ki, és azokkal csinálunk valamit, hanem egy darab ciklust lehet folyamatosan léptetni, hogy folyamatosan haladjon valamit az alulegység. Tehát ez ilyen adagoló léptető rendszer mondhatni. És akkor majd ezeket kontrollálva, ugye, hogy milyen lesz majd ilyen kontrollegység, meg ugye ez itt most 4 bites bemenet, tehát lehet, hogy 4 bites lesz maga a parancs, ezek lesznek a műveletek, a többi szám az pedig mindenféle ilyen koordinátázó paraméter lehet, nem tudom. Úgyhogy meg kell még nézni majd ezeket a logikai kapukat. El kéne szépen neveznem már lassan ezeket a doksikat, hogy felismerjem. Itt is van rögtön a busz, ezt kell majd megvalósítani, tehát ilyen bemenetek vannak, és a busz majd ad valamilyen parancsot, kontrollálja a dolgokat. Na, még egyébként csöbb beszámoló. Itt megkíséreltem azt, hogy ezt a számolórendszert, ezt bővíteni tudjam, ezt a léptető rendszert, vagy nem is tudom, minek dekódernek nevezik. Majd lehet, hogy a busszal lesz valamilyen kapcsolatban, mindegy. Ugye érdekes, hogy hogyan skálázódik fölfelé a rendszer, tehát egy bemenete van, akkor egy not kell hozzá, és egy darab, két darab end. Ha kettő van, akkor két not kell hozzá, és 4 darab end. Ha három van, akkor 3 not kell hozzá, és rengeteg, ugye itt már 3 bemenetes endekkel kell dolgozni, tehát 3 bemenet egy ilyen, kell hozzá egy csomó. 2, 4, 6, 8 kb. Itt pedig már 16 darab kell, tehát, és akkor itt már ugye ennyi 8 lépést lehet itt léptetni, ugye itt meg vannak adva a számok, ugye ez mind abból adódik, hogy ilyen kell felszámolgatni. Ja. Ez ilyen végigléptető, hogyha itt 16-ot akarnék léptetni, akkor ezt a struktúrát kéne megvalósítani. Itt mindegyik egy end, 4-es bemenetű end meg kellett ugye csinálni. Most elkezdtem foglalkozni azzal, hogy csináltam egy 4-es bemenetű endet, meg egy 3-asat, mert ez néha úgy tűnik, hogy kell. Ebben az esetben kell. Szóval ez már túl nagy. Itt rengeteg ugye műveletet tudok betáplálni. Ugye ezek ilyen sebességváltóként funkcionálnak, hatnak egy alu egységben, tehát léptető funkciót látnak el. És itt most már 8 lépés, vagy 8 ilyen funkciót lehet így betáplálni, itt pedig 16-ot lehetne, de hát ezt már nagyon bonyolult így megvalósítani. Pláne miniaturizálni, ez már kiégetni a számítógépemet valószínűleg. Már néha így is elfogy a memória egyébként. Itt azért elég nagy kódok alakulnak ki, ahogy összevonom mikronná cuccokat. Na, úgyhogy ez történt. Most regisztereknél tartunk, és akkor minden. Egyébként, szóval azt hittem, csomószor azt hiszem, hogy egy lépésben megoldok mindent, tehát hogy gyakorlatilag, hogyha a regiszterek kérdésére rájövök, akkor már buszt is értem. De nem, tehát olyan lépések vannak, amelyekre így nem is számítok menet közben, és akkor ki tudja még hány lépés választ el attól, hogy a busz működjön. És ugyebár ez még egy fontos alkatrész lesz, tehát ezután jön majd az, hogy összekötni különböző alkatrészeket, de regiszter, és akkor hát, ja, szóval, de kéne eljutni. De most már így lassan, ahogy egyre több alkatrészt megismerek, itt azért még nagyon sok minden trükközésre lehet számítani, ahogy egyre több alkatrészt megismerek, ilyen sejtéseim nyílnak arra, hogy hogyan lehet ténylegesen összekötni az egységeket. Tehát ezt például itt már simán rámerném kötni az alunak, egyszerűen a kimenetére. Egyenlő alu kimenet, rá van kötve. És akkor lépteti. Lépteti. Ez pedig rámerem kötni az alu bemenetre. Biztos, hogy ki fogom próbálni, hogy ez hogy néz ki, és mit tud csinálni. És megpróbálok csinálni egy egyszerű minimális programot, ami elkezdi felszámolni magát. Tehát, hogy 1, 2, 3 így felszámol. Automatikusan clock kattintásra. Ami egyébként valószínűleg így fog megvalósulni. 0, 1, 0. Valószínűleg így fog tudni majd clockolni. Megpróbálok kitalálni erre valami
módszert, és elkezd szépen felszámolni, hogy egy binárisan mondjuk, szépen elkezdi hozzáadogatni az előző számhoz a következő. Tehát egy szorzó egységet fogok tudni létrehozni így módon. Tehát úgy tűnik, hogy a szorzó egység valami klokkal ellátott minimális alu egység, ami majd érdekes lesz. Tehát szorzó egységet tudok léptetni, vagy csinálni. Ezt majd kipróbálom következő alkalommal remélhetőleg. Na, itt tartunk jelenleg, folyamatosan haladok tovább a busz felé jelenleg. Meg aztán majd nagyon aggódok, hogy lesz ez a memória vezérlés. Szóval majd nagyon okoskodni kell, mert a memóriának az elrendezése függeni fog attól, hogy hogyan kell kontrollálni azokat. Tehát ugye folyamatos kapcsolatot kell tartani, és mindig a megfelelő helyre kell tudni hivatkozni. Ezt nem tudom, hogy ez hogy történik, hogy kódokkal hogyan jelölünk ki pontos helyeket, és azokat hogyan lehet logikai kapukkal folyamatosan rákötni egy-egy regiszterre. Mostantól innentől a regiszterekre fogunk rákötni mindent, és majd a regiszterek küldik rá az alura a számolást. Ez a terv. Vagy, illetve ez a aggály. Terv pedig haladni, processzort építeni. Na tyá!